Herceg Józseffel beszélgetünk a stúdióban, már nem először, de azt hiszem legutóbb olyan egy éve találkoztunk. Nem hagy fel a nyomozó múltjával, de legutóbbi kiadatlan könyvéről szeretném most kérdezni. A szívlappáttal mérték az éveket, ami az 1956-os eseményeket tárja fel, méghozzá levéltári dokumentumok alapján. Mi vitte rá, hogy 56-tal foglalkozzon, hiszen az imént mondta, hogy olyan 9 év körüli volt, amikor maguk az események zajlottak, tehát főleg a szülői vagy a rokoni elbeszélésekből hallhatott róla, de kíváncsi volt, hogy mégis mi történt, ugye? Legalábbis gondolom én. Hát 9,5 éves voltam, amikor a forradalom kirobbant, és a szüleimmel Somovásáján laktam. Hát oda jártam iskolába. Hát a falunkban nem voltak harcok, nem voltak hősök, nem születtek hősök, de mégis ez a pár nap az megmaradt bennem. Egy emlékeiben is? Igen. És milyen emlékei vannak? Gondolom hát, nem újságot olvasott, hanem beszélgettek a felnőttek. Nagymamával aludtunk egy szobába, és éjszaka arra ébredtem, hogy a nagymamám az ablaknál áll, és néz ki a térre. Ez a Vörös tér volt. Nem a moszkvai, korábban Szent Imre tér volt, és igen, hát, a rendszerváltás után. Igen, akkor elkeresztetek Vörös térre, de most ismét Szent Imre tér lett, visszakapta a régi nevét. A baktán lát és nézett kifelé, kíváncsi volt, hogy mi ez a látnivaló, és mellé mentem, és az ablakon kinéztem, és akkor láttam, hogy az állami gazdaság épület előtt áll egy teherautó, és emberek dobálják a vörös csillagot. Ki volt világítva a vörös csillag, és azt dobálták. Kővel dobálták? Kövekkel dobálták, igen. És jó sokára. Ez hányadikán lehetett, nem emlékszik? Ez 25-26 körül. Hát 2-3 nappal a igen. forradalom kirobbanása után. Igen. És hát nagymama nagyon meg volt ijedve. Azt mondta, hogy ebből nagy baj lesz, és hát sokáig fenn voltunk, beszélgettünk. És másnap hát elég fáradtak, hivatalú mentem az iskolába. És ott meglepetés fogadott, mert az udvaron nagy lángokkal égett a tűz, és felsősök, fiúk és lányok dobálták a tankönyveket a tűzbe, és hát égették el. Orosz nyelvű tankönyvek és füzetek voltak. Igen, ez gondolom eléggé beégett a memóriájában. És örömtárcak jártak, mi csak néztük, mert nem a sós volt a maradikas, és különösebben nem voltam érintve. Az nem is igazán tudta fölfogni, gondolni nem, akkor, igen, mi történik, igen, de valami nagyon furcsa történt, az biztos. Igen. És ezek az emlékek visszaköszöntek nyilván felnőtt korában is, és úgy döntött, mikor döntött úgy, hogy 56-tal foglalkozik, hiszen 4 vagy 5 könyvet írt már. Igen, én folyamatosan figyelemmel kísértem az 56-os eseményeket, hiszen érintve volt a család. Hát egyik rokonom, unokadővérem kiment Kanadába, kidiszidált, és hát nem mertem én utána, mint látogatóban, mint rendőr. Igen, mert sokan tudják körül, hogy volt itt és még városi rendőrkapitány, bűnügyi osztályvezető. Rendszerváltásig nem mertünk nyugatra, csak a KT országa mertünk, úgyhogy ez meg volt tiltva. Most egy dolog, hogy az ember figyeli a történéseket, egy másik, hogy tollat ragad, és azt mondja, hogy na ezt akkor feldolgozzuk. Én nagyon sokat olvastam az 56-os eseményekről, és érdekelt mindig, és az a gyerekkori élmény is megragadt bennem. Ugye, amit tanultunk, az hát nem az volt, egészen más tanultunk 56-ról, még a Kádár időszakban. Rendszerváltás után vált érdekessé részemre ez az időszak, és akkor kezdtem el könyveket beszerezni, különböző újságot olvastam, és akkor most pár éve határoztam, hogy levéltárakat is megjárom, ezért Veszprém levéltárba is sokat bejártam, és Budapesten a hadtörténelmi levéltárba is eljárogattam, csak az fárasztó volt nagyon felutazni oda is. Gondolom találkozott olyan tényekkel, amiket nem ismert még, hiszen azért van levéltár. Pontosan így van. Megkutassuk. Ott minden Veszprémben és Budapesten is minden jogot készségesen előszedtek és odaadtak. Mennyire volt ez más, mint amit gondolom ön említett, hogy olvasott a hétköznapjai során egy eredeti dokumentummal találkozik, mégiscsak más, mint egy interpretációval. Ez egészen más valóban. Ez egészen más. Az a valóság. A könyvemben, ami majd, hát remélem, meg fogja majd jelenni, abban a levéltári anyagot idézze, kihallgatásokat,
szó szerint, tehát visszaadja azt a hangulatot, azt a légkört, ami akkor volt. Igen, és vannak benne ugye másolatok is, tehát fotó. Igen, nagyon sok, tudtam fotókat, röpcédulákat, ajkai vonatkozású anyagom is van, röpcédulák, fotók. Hát majd a könyvben meglátják a kedves olvasók. Mennyire jelentett újdonságot önnek az ajkai eseményekkel való találkozás? Mert gondolom, sokat beszéltek már róla baráti körben is akár, de mit jelentett a levéltári anyag? A levéltárban ott többet megtudtam ajkai eseményekről, mint egyébként szóbeszédből, és hát érdekes volt kutatni utána. Érintette, vagy találta olyan adatot, amit esetleg azt mondta, hogy hú, hát ezt az embert ismerem, igen, sorsát követtem. Igen, több ismerős is volt, úgyhogy a könyvben majd hát, szerepelnek név szerint is. Mi az, ami esetleg akadályt jelentett a munkájában? Mert említette már korábban, hogy nem olyan könnyű egy levéltárba bejutni és kutatást végezni. Hát javasolni kell egy könyvtárnak, vagy más intézménynek, és hát meg kell gyújtani egy programot, hogy mit akarok kutatni, és miért. Ez egy több oldalas anyag, és hát sikerült így bejutnom a... De önnek már van gyakorlat ebben, mert most korábban is. Már ismerősként fogadnak, és nagyon kedvesek és készségesek a levéltári hölgyek. Ez vonatkozik az országos levéltár. Pontosan, ott is, és Veszprémben is. Igen. Segítette valaki a munkáját tanácsokkal, ötletekkel, elbeszéléssel, vagy nézette bele a kéziratába esetleg, miközben készült? Nem volt rá szükség. Ment tényleg, a maga útján? Hát ott az igazságot, abból megtudtuk a levéltárjakból és a szerint. Megváltozott a véleménye, ugye, mint volt rendőrnek az igazság szolgáltatása. Most már mondhatja, mert nem köti a szolgálati fegyelem. Hát az igazság az, hogy 56 után, mikor volt a nagy megtorlás, akkor a bírói karból nagyon sokan elmentek, ott hagyták a bírói pályát, mert nem fért össze lelkiismeretükkel az, hogy ők nem, hogy itt embereket elítélnek. Ők tudták, átlátták, hogy ezek az emberek ártatlanok. Egy politikai ügyről van szó, és nagyon sokan elmentek a bírói karból. Mostában nem tapasztal hasonló jelenséget? Vagy persze, hogy nincs már közel a... Én úgy látom, meg úgy hallom ismerősöktől is, hogy a bírói kar tisztességes, abszolút nincs olyan dolog, hogy mi az igazságot keresnék. Mostában kicsit úgy megváltoznak a vélemények 56-ról. Most nem akarom Vlagyimir Putyin véleményt ide citálni, aki hibának nevezte az akkori bevonulást. Persze ez, bocsánat, butaság, mert ugye az akkori birodalmi, illetve nagyhatalmi megállapodások miatt a Szovjetunió kénytelen volt kvázi az érdekeit védeni Magyarországon is, de ön szerint lehet ebből valamilyen tanulságot levonni a mára nézve az 56-os értékelésekből? Ön személy szerint, hogy gondolja? Én nagyon szomorú vagyok, mert gondoljunk vissza a Nagy Imre temetésére, hogy ősök terén több százezer ember jelent meg, és Orbán Viktor, mint fiatal kezdő politikus, milyen gyújtó beszédet mondott. És akkor az oroszoknak az országból a kivonulását szorgalmazta, és hát az igazság. Most erre már volt egy megállapodás, tehát nyugodtan szorgalmazhatta, úgy is beállíthatta, hogy ezt ő találta ki, és ő érte el. Én a politikával nagyon nem foglalkozom, de most megdöbbentett az, hogy most napokban, hogy kint Kínába, hogy Putyinnal találkozott, és hát nem tetszett az a jelenet. Ön szerint a mostani Oroszország mennyire tovább vivője a volt szovjet hagyományoknak? Mert arról is hallani egy-két dolgot, ugye, hogy tulajdonképpen a vörös zászló, meg a vörös csillag ugyanúgy él egymás mellett, mint a akár a kapitalizmus korszerű motívumai, tehát nem szakítottak a múlttal. Hát a félvonulások is, a május 1-i félvonulások, a győzelem napjai félvonulás, május 8-et, mind régi dolgok. Visszaköszönnek, hát nagy változást én nem látok. Szóval egy diktátorról van szó, aki megtámadta Ukrajnát. Mondjuk ebben most nem menjünk bele, nem, mert elég messzire nem vezetne. Még a végén arab-izraeli háborúnál, vagy nem szeretnék. Visszatérve 56-hoz, annak ide elég sokan elhagyták az országot. Ön már abban a korban élt, amikor ez akár a közéletben is érződött. Visszaköszönt ez úgy, hogy
sok értelmiségi, sok vállalkozókedvű ember itt hagyta Magyarországot? Érződött ez azért? Hát akkor Magyarországról közel 4 millió ember távozott el, de inkább több. És hát nagyon sok olyan ember elment, aki értékes ember volt, értelmiségiek, jó szakemberek, és hát később visszajöttek sokan, amikor már a helyzet javult. A családomban is volt, aki elment, és nem jött vissza. Az említett unoka? Ő hazajöhetett, a férje nem, mert ő a forradalmi bizottságnak a tagja volt, a Somló környékén, és hát ők... Ez egy darabig megbocsátatatlan bűn. És soha nem engedték, az odakint halt meg Kanadába. Úgy halt meg, hogy 56 után egyszer se jöhetett haza. Mostani könyvének kiadása, aminek hadd mondjam még ezt a címét, Szívlapáttal mérték az éveket, elsősorban anyagi, finanszírozási okok miatt várat magát, de reméljük, hogy még az idén meg tud jelenni. Viszont már készül a következőre, ugye? Én úgy értesültem. Hát igazság vagy az. Vagy erről már letett? Letettem róla, mert amit meg akartam írni, a Veszprém eseményeket, ott komoly harcok folytak 56-ban. Ott repülőgépek bombáztak, ágyúval lőtték, aktamető előtték a várost. Hát ott sokan meghaltak. És az egyetemisták harcoltak, ugye? Egyetemisták harcoltak, így van, és a katonák. És a három katonyalokat volt, akik hát szintén a fogalmárok oldalára álltak, tisztekkel együtt, úgyhogy az... Ez is egy per belőle, később, Veszprémi per. Ott 12-en álltak a bíróság elé, hadbíróság elé. Buszai Árpád az élen. Igen. Hát ott ki is végezték. Először az első... Mondjuk ő ugye inkább békítőleg próbált fölépni, mint a forradalmi tanács elnöke. Hát ott a Pap János keze volt bent egyértelműen. Igen. Azt találják, könnyen megtalálják majd, ami Pap János felkép. Ez a mostani könyvben is. Mostani, igen, ami nincs kiadva. Igen. Első fokon a Buszai Árpádot a katonai bíróság, Győri Katonai Bíróság életfogytig tartó szabadságvesztéseit élte. Az vetési nevű ügyész megfelelbezte, halálbüntetést kért a bíróságtól. Másodfokon a Magyar Népközösségnek a legfelsőbb bírósága, a katonai tanácsa összeült, egy 5 tagú ülés, bizottság, és halálra ítélték Buszai Árpádot. Ebben járt közre, ugye Pap János volt megyei első. Igen, hát ő levelet írt az akkori legfelsőbb bíróság elnökének, hogy hát milyen dolog ez, és kérte, hogy ítéljék halálra is. Holott én úgy tudom, Buszai Árpád Pap Jánost éppen, hogy mentette. Hogyne, persze. Tehát ez volt a hála? Igen, így halálta meg pontosan. Megvédte, elérzte a szakmájába, és hát így halálta meg. Hát elég szomorú, ezt gondolom. A 1958. január 7-én végezték ki Budapesten. Ezért szoktak ugye Veszprémben január elején egy koszorúzási ünnepséget is tartani, meg sőt emlékkoncertet Buszai Árpád emlékére. Mit szólt az, vagy mit gondolt, amikor megtudta, hogy ez a beszélgetés október 23-án kerül műsorba, tehát túl vagyunk Orbán Viktor veszprémi fellépésén. Most így láthatatlanban és megkockáztatva, hogy később kerül nyilvánosságra jóslata, ön szerint a miniszterelnök 56-ról bővebben fog beszélni, meg a veszprémi eseményekről, vagy mellőzi fogja ezt a témát? Én ezt nem tudom megmondani, nem is kívánok erre nyilatkozni. Ja. Jó, hát... Csak az a furcsa, hogy nem a fővárosban. Ugye múlt tavaly is az Egerszegen volt, most Veszprémben, jövőre nem tudni, hogy hol lesz. Budapest az egy más dolog, ott azért hát kockázatos dolog fellépni, ilyen nem a kedvence a miniszterelnöknek a főváros, úgyhogy itt, de oda-vissza megy ez a dolog. Igen, tehát akkor tekintetjük úgy, hogy egy darabig nem ragadt tollat, és nem foglalkozik történelmi témák egyébek feldolgozásával? Azt én nem mondtam. Azt nem mondta. Nem, igaz, most nem. Azt a témát, amit akartam, azzal lebontam. Már csak azért is, mert egy veszprémi tanár megírta a brusszai életét. Igen, sokat foglalkoztam. Nagyon-nagyon szép anyag és tartalmas, elolvastam, amit a könyvtárból ki tudtam venni. És más témám lesz, de most nem kívánok nyilatkozni. Hogyha az erőm engedi és az időm engedi, akkor azért még egy könyvet szeretnék meg, 6-at is szeretném megírni.
Hát akkor befejezésre azt kívánom, hogy úgy legyen, és jó erőt, egészséget kívánok Köszönöm hozzá, és szépen! köszönöm, hogy eljött a Köszönöm! stúdióba. Köszönöm szépen!